Hétfőn délben 28 fokot mutattak a kültéri hőmérők Nyíregyházán, ez még nem az igazi kánikula, de a következő napokra egy afrikai eredetű léghullám miatt különösen meleget ígérnek a meteorológusok. Aki tehette, klimatizált helyiségben tartózkodott, de volt, akinek a tikasztó melegben is útnak kellett indulni. Nyíregyháza belvárosában két párakapu is várja a hűsölni vágyókat. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Üzemelteti évek óta a nagy melegben enyhülést adó kapukat, amelyeket időjárás függvényében vehetnek igénybe a városlakók és az ideérkező turisták. Hőségriadó még nincs a városban, de amennyiben elrendelik azt a katasztrófa védelem honlapján, bárki megnézheti azoknak a klimatizált helyiségeknek a listáját, ahová a nagy meleg elől be lehet húzódni. Riasztás esetén Nyíregyháza önkormányzata gondoskodik arról, hogy friss ivóvízet kínáljanak a járókelőknek, de a városban 34 ivókút is áll az emberek rendelkezésére. Ezek az erdei tornapályától a Toldi utcáig főleg játszóterek közelében találhatóak. Ez már egy nyíregyházi péküzem. Az itt dolgozóknak még nehezebb akkor, amikor a külső hőmérséklet magasabb. A folyamatos légkavarás ellenére is van, hogy a sütőüzemben 42-45 fok van. A kemencék mellett még nagyobb a forróság. A 220 fokos sütő közvetlen közelében esetenként 50 fokban dolgoznak a pékek. Ilyenkor megpróbálunk a dolgozóknak minél több hűtött védőital biztosítani, amivel próbálják ontani a szomjukat. Elég nehéz elviselni ilyenkor, de reméljük, hogy nem tart ez a nagy kánikula csak egy pár napig, és utána megint az enyhülés. A pékek váltják egymás sütés közben, így két adag kenyér között pihenőre is van idejük, hiszen a nagy meleg megviseli szervezetüket. A hőség még az egészséges embereket is próbára teszi, de ilyenkor veszélyben vannak a kisgyerekek és az idősebbek. Nehezíti az időjárás a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Általános szabály, hogy melegben több folyadékot kell fogyasztani. 11 és 15 óra között nem szabad a tűzőnapon tartózkodni, megfelelő figyelmet kell fordítani a bőr védelmére, érdemes magas faktorszámú naptejet és fejfedőt használni. Szellőztetni a kora reggeli vagy késő esti órákban kell, amikor pár fokkal csökken a kültéri hőmérséklet. Lényeges, hogy nem szabad gyermeket, kutyát vagy macskát hagyni parkoló autóban, sem olyan tárgyat, amely a napsütés hatására tüzet okozhat. Az autóval közlekedők fokozottan figyeljenek a közlekedés során, hiszen a meleg befolyásolja a reakcióidőt. A vízpartokon pihenők is legyenek körültekintőbbek, felhevült testtel és alkoholos befolyásoltság alatt ne ugorjanak vízbe.